megindító volt, én azt tudtam, hogy az Eucharisztikus Világ Kongresszushoz kapcsolódó kiállításra jövök, de nem gondoltam feltétlenül, hogy az a látvány fogad, amilyen látvány fogadott, nevezetesen Krisztus ábrázolásokat fogok látni. És azért ez azért nagyon szép, amikor még úgy, szóval, hogy emberek tudatában még azért össze, szóval, hogy azért a legfontosabb az a Krisztus, mert azt hiszem sok helyen, sok művész fejében már nem biztos, hogy a Krisztus a legfontosabb. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Szabolcs atya Pálos rendi szerzetes a Krisztus teste címmel rendezett országos cigány képzőművészeti kiállítást. Én azt hiszem, hogy az emberségünkből kell ezt a dolgot megközelíteni. Ír Gyulának volt egy nagyon szép mondat, hogy a magyarok azok magyarul emberek. Hát a cigányok meg cigányul emberek. De az emberségünkben valamennyien találkozunk, és az emberségünkben Krisztus az biztos, hogy a közös forpont. És amit úgy sikerült is itt néhány szóval talán megfogalmazni, tehát az itt lévőkkel együtt talán, kimondva vagy kimondatlanul, ha nincs Krisztus, akkor el fogjuk veszíteni az emberségünket. El fogjuk veszíteni a magyarságunkat, a cigányságunkat, a horvátságunkat, a svábságunkat, a bármiségünket, és ebben együtt az emberségünket is. Tehát ennek komoly tétje van a Krisztusnak, komoly tétje van az Eukarisztiának. Mint látjuk, a cigányság életében fontos helyet foglal el a vallás, az istenhit. Ezt vallja Kalányos Gyöngyi cigányfestőművész is. Az itt kiállított művén ez jól tükröződik. A Jézus hogy feszíti keresztre, például, hogy élte meg Jézus ezt a fájdalmat, ezt az érzést, milyen érzései lehettek, tehát ezen. Olajjal szoktam dolgozni, mert azzal jobban lehet bánni, sokkal másabb vászonon dolgozni meg olajjal. Igaz, hogy nem olyan olcsó dolog, de nagyon jó, főleg, hogyha jó minőségű olajjal dolgozunk. Amikor festek, akkor mindig úgy kezdem a festészetet, hogy Istenem, vezesd a kezemet. Ezzel a tárlattal kíván csatlakozni Pécsen a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz. A szervezet kezdetektől fogva fontosnak tartja a cigányság vallási kultúrájának támogatását. Korábban már volt egy vallási témájú tárlatuk. Először 1991-ben rendeztünk egy ilyen hasonló nagy képzőművészeti kiállítást vallásos témában a Székesegyház Kocsis László termébe. A II. János Pál pápa pécsi látogatása tiszteletére kiadtunk egy Bibliát a 4 evangéliumi résszel, és annak az illusztrációit baranyai cigányfestők, művészek illusztrálták, és ezekből volt a kiállítás, és nyilván, hogy ezt követően is ezek a művészek fontosnak tartották azt, hogy ezt a témát tovább vigyék, és a vallásos alkotások is szülessenek. Másrészt pedig újra az Eukarisztikus Kongresszus rávilágította arra, hogy ez megint egy olyan terület, ahol bizonyíthatjuk, hogy a cigányok is egy vallásos nép, főleg katolikus vallások itt Európában, hogy értünk is meghalt Krisztus a kereszten, minket is megváltott, és nekünk is örök életet szán, és főleg az előítéletesség kapcsán ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy Isten, Jézus az arcát adta nekünk, és hogy ezt az arcot ápolni kell, és büszkének kell arra lenni, hogy mi is részesei vagyunk ennek a misztériumnak, amit az utolsó vacsorán hagyott ránk, hogy nekünk adta a testét és a vérét. Én úgy gondolom, hogy ez a misztérium a cigányok misztériuma is, és hogy ezt követnünk kell mindig.
A vallási tartalmú festmények, grafikák az ország különböző pontjain élő cigányművészek alkotásai. 13 művész mintegy 40 képe látható most. Budapest, Ózd, Kiskörös, Zalaegerszeg, Pécs cigányfestőinek művei függnek a falakon. Vallásosságuk alkotásaikon visszaköszön. Egy-egy bibliai jelenet, történet, portré híven ábrázolja hitvilágukat. Nagyon büszkék lehetünk ezekre a művészekre, hogy ezt a témát is magukénak érzik, és látjuk az ábrázoláson, hogy milyen megrázóan ábrázolták Krisztust is, és a különböző stációkat, amelyeken keresztül ment. Én azt gondolom, hogy ezt kell tudatosítani az emberekbe, hogy ez a Krisztus arcuság, ez minden ember számára egy olyan lehetőség, amely minket a jó útra vezet. A kiállítás Pécsen a Rácz Aladár Közösségi Házban megtekinthető.